Hát sziasztok srácok, én Sajt32, és ez egy nagyon-nagyon durva videó lesz. Én sem tudom azt, hogy hogyan is kezdjünk hozzá, de valamit ki kell, hogy találjak. Ha hiszitek, ha nem srácok, képzeljétek, tegnap jött egy csomag, amit szépen átvettem, stb. Mert nem bontottam még ki, hiszen videóba szerettem volna, de kiderült, hogy ma is jött egy csomag, ami fogalmam sincs, hogy mi lett benne, és az, hogy miért jött, stb. Hiszen 2 darab van most már. Bevallom őszintén srácok, még bele sem mertem nézni, hiszen úgy gondoltam, hogyha valami nagyon durva benne, azt is muszáj megörökítenem, meg ha nem, azt is. És szerintem készüljünk hozzá, valamit kezdjünk vele így közösen. Védjétek meg srácok, hogyha valami bajom este, légy szíves. De igen srácok, nem csak így puszta kézzel ki fogjuk bontani, jól gondoljátok, bármi lehet benne. Én azt mondom nektek, hogy valami védő szerkezeteket szerezzünk magunknak. Az első meg is van, egy sajtos sapka, ami megvédhet a koponya sérülésektől, hogyha valami olyasmi van a csomagban. A második srácok nem más, mint egy kesztyű, hiszen enélkül szerintem egy ilyen csomagot nem fogunk tudni kibontani, nehogy valami baja legyen a kezünknek. A harmadik is egyben utolsó eszközünk nem más, mint egy kalapács. Ugye tudjátok, enélkül nem fogunk tudni csomagot bontani, hiába van kesztyünk, nagyon-nagyon óvatosnak kell, hogy legyünk. Srácok, itt is van a csomag, meg is fogtam szép óvatosan, nagyon-nagyon lassan próbálom elrakni, nehogy valami akármi legyen benne. Jó, remélem nem hallottátok, de valami megmozdult benne. Igaz, lehet nem kéne rázogatnom, bármi lehet ebben. Szerintem bontsuk is ki. Na hát srácok, át is alakítottam a kamerállást, most már szerintem az első döfést vigyük nagyon-nagyon óvatosan bele, nehogy bármi baja legyen a doboznak, vagy magának a tartalmának, jó? Húha, most egy kicsikét bele kell nézni, még igazándiból nem látok semmit. Jöjjön még egy. Egy kicsikét hangosan. Remélem azt, hogy nem haragszotok meg emiatt, de ezt ugye nem lehet máshogy kibontani. Jó, oké, és eddig semmi változás nincsen. Nagyon-nagyon izgulok srácok az, hogy mi lehet ebből, hiszen szerencsére kiugrani, semmi nem ugrott ki belőle. Lassan szerintem szétválaszthatjuk. Valami megmozdult benne. Jaj. Na srácok, az első doboz kinyitottam, mindjárt megmutatom, hogy mi van benne. Elképesztően király dolgok, én mondom eddig, hiszen nem csak egy. Tudom, hogy mik lököttek itt, miközben rángattam szegény doboz. Van még egy másik, amit hasonló módon kéne kibontani. Gyorsan meg is teszem ezt srácok. Most már nem folytom oda a kamerát, mert ugyanúgy kell szép óvatosan végezni vele. Srácok, most már végre elárulhatom nektek, és az, hogy mi van ebben, szerencsére nem TNT-t csempésztek bele az emberek, és stb. Ez nem más srácok, mint hogy elmondom nektek, hogy ez egy annyira király dátum, srácok, a május 17-e, hiszen nem fogjátok elhinni, de az összes 103 Tesco-ban Magyarországon elérhetőek lettek a Sajt32 cuccok. És srácok, egy elképesztően nagyon-nagyon király, és egy óriási köszönet nektek, srácok, hogy már ideig el tudtunk mi sajtok jutni, hogy már a Tesco-ban is vannak saját termékeik, annyira menők vagyunk, nem? Szóval igen srácok, május 17-től az összes Tesco-ban Magyarországon, az a 103 darabban ott lesznek a sajtos termékek, amit mindjárt bemutatok nektek, hogy hogy néznek ki, és ahol te laksz, még ott is ott lesznek srácok, szóval május 17-től irány a Tesco még jobban. Most ezt vigyétek srácok, mennyire, de mennyire királyul néz ki a pénztárca, ilyen díszcsomagolásban tudjátok megtalálni az a Tesco-knak a polcain. A srácok, természetesen így néz ki, ez egy nagyon-nagyon menő, a legújabb mintával ellátott pénztárca, ugye a Minecraftos, Robloxos, sajtos menő termékek, ezek is lesznek a Tesco-kban. És a srácok, ez nem lenne elég, ezt nézitek még ezen kívül mennyi dolog megtalálta, ez mind ott lesz a polcokon. Például egy ilyen picike kis oldaltáska, ez is srácok, hogy ilyen menő díszdobozban van, és szerintem azt a nagy valamit még bontsuk ki, az nem tudom, hogy mi lehet. Wow, ezt vigyétek, az a nagy doboz egy király bögre volt, és ez is nézitek, milyen király csomagolásban van. Ilyen bögre is már kapható lesz, ugye ez is a Robloxos minta. Ezen kívül srácok, van még egy kisebb doboz, látjátok, erre gondolok. Most ezt is kibontam, ha jól látom, karcolag van benne, meg nyakpánt. Mint látjátok srácok, felszerelkeztem, felpattintottam a kitűzőt, ilyen is úgy tűnik, hogy lesz a Tesco-kban mindenhol, plusz hát egy ilyen nagyon-nagyon menő nyakbakasztó, meg egy sajtos karszalag, vagy hát ilyen karperec inkább, vagy mi ez már. Ezen kívül látjátok srácok, hogy van egy tök nagy toltató, ez is, hogyha iskolába jártok és valószínűleg oda jártok, ilyet is tudtok mától, és hát nem mától, május 17-től venni a Tesco polcaiban, hát nem jön ki. Ilyen óriási belső van ebben, aztán fér minden, halljátok.
külsően megállt a természetesen a menő sajtos mint ami ellenállhatatlan. A srácok ilyen tök király egérpar is, látjátok, ezzel is aztán úgy csúszik az egér, mintha csak kell neki. A másodikban meg srácok egy elképesztően király dolog van, ami valószínűleg a Tesco-ban nem lesz elemben a májusokon, és a Playtech-en most már lehet kapni, ami egy óriási poszter, amit alá tudok írni nektek, egy pillanat kihajtom és megmutatom. Szóval, és ez ilyen óriási, figyeljétek, még mindig nincs vége, még mindig nincs, és itt. Ilyet tudtok venni, ez nagyon-nagyon jól néz amúgy ki, csak most egy picit bénán tudom bemutatni, látjátok, hogy... Srácok, ez a videó ennyi lenne, ilyen nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, most mutatok nektek egy rövidke videót, amivel az összes terméket bemutatom, ami lesz ugye a Tesco-ba. Annyi az, hogy lehetséges, hogy még pólók is lesznek, ezt ugye nem tudom, az is lehet, hogy lesznek pólók is a Tesco-ba, sajtos pólók, ebben ugye nem vagyok 100%-ig biztos, de ami itt van mögöttem, amit most már vagy bevágtam, vagy ezt elfogok, az tuti, hogy lesz a Tesco-ban. Május 17-től, srácok, május 17-e a dátum, és minden Tesco-ba, 103 Tesco-ba megtaláltok leszünk mi sajtok, csekkoljátok rövidket, és nyugodtan vásároljátok, hiszen tök király. Én annyit mondok nektek, hogy a következő videóban találkozunk, legyetek jók, sziasztok sajtok!